egyszerű embernek tartom magam. Emberként élni és embernek maradni borzasztó nehéz ebben a világban. Én egyszerű ember vagyok, csak egy dolgot nem értek, hogy én egyszerű ember vagyok, viszont van egy jó pár valami, vagy valaki, aki itt szaladgál, csak nem tudom őket beazonosítani. Horváth Zsolt vagyok, a Miskolci Romano Teatro Kulturális Egyesület vezetője, színházban, mint rendező, zeneszerző, szövegíró tevékenykedem. A gyerekeim a színházból vannak, tehát minden egyes fiatalt saját gyerekemként kezelem, úgyis óvom őket és vigyázok rájuk. Én vagyok a színháznak a vezetője, tehát rendezem a darabokat, írom is a darabokat többek között, zenéjét szerzem a daraboknak, tehát díszletet készítek, mindent az égvilágban, amit csak lehet. Szerintem rengeteg fiatal, rengeteg gyereknek a fejében megfordult az, hogy ő énekes, színész vagy táncos legyen, tehát valamilyen művészeti formával foglalkozzon. Így nekem is, én énekes szerettem volna lenni, mindig állandóan volt egy fadarab a kezemben, mikor kimentünk játszani a szünetekben, iskolából, és én abban énekeltem, bárhol, ahol csak megálltam, ott rögtön dalra fakadtam, tehát mondhatni azt, hogy fürdőszoba énekes voltam. Aztán 2005-ig ez így is maradt, hiszen én vas és fém szerkezet lakatos szakmát végeztem, és abban is tevékenykedtem, dolgoztam. Aztán 2005-ben jött egy Ki mit tud, ahová az egyik kedves barátom, engem tudtom nélkül benevezett, őt úgy hívják, hogy Miskolci Elvis, nem tudom, hogy ismeritek, vagy ismerik, Elvis imitátor, Nádaski Attilának hívják, és tudtam nélkül benevezett erre a Ki mit tudra, kénytelen voltam elmenni, és ez indított el tulajdonképpen a művészi pályán, a művészeti pályán. Ezen a Ki mit tudon a férfi kategóriában első helyezést értem el, és itt Miskolcon és Budapesten is, majd a zsűriben foglalt helyet Szegedi Dezső Jászai Díaz színművész, és a verseny után megkeresett, hogy nem-e volna kedvem eljátszani a La Mancha lovagjában Don Quixote Cervantes szerepét. Természetesen igent mondtam, igaz, hogy még akkoriban ugye a próza az nem állt hozzám közel, hiszen dalolni már dalolgattam, viszont még a prózában nem próbáltam ki magam, és ez egy kihívás volt a számomra természetesen, pláne úgy, hogy az első musicalben, amiben játszottam, főszerepet kapok. És így kezdődött el tulajdonképpen a színészethez való vonzalmam, szeretetem, és így kezdtem el tulajdonképpen ezt a pályát. 2005-től Szegedi Dezső Jászai Díaz színművész vezette a Romano Teátrot 2008-ig. Aztán Dezsőnek sok munkája lett a színházban, ő már nem tudta vállalni a Romano Teátrum vezetését, így vettem át én a vezetést. De hát abban az időben is, tehát azelőtt is én szervesen részt vettem a vezetésbe, hiszen ő ugye a színházban dolgozott, én intéztem a papírjait a Romano Teátrónak, közösen írtuk a darabot, megcsináltuk a zenét, tehát mindent közösen csináltunk akkor is. Csak ez egy ilyen átmenet volt aztán. És 2008 óta viszem én egyedül a Romano Teátrot, de azóta is a Dezső mindig jön, és akkor segít, tehát közösen programokat is csinálunk. Sok ember, hogy fogalmazzam, sok ember úgy van vele, hogy akkor sikeres valaki, hogyha sok pénze van, ez van, az van, ilyen lakás, olyan ház, minden. Én nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy,
hogy sok embernek, sok fiatalnak tudtam utat mutatni, újat mutatni, hogy igenis az életet lehet másképpen élni. Két csillogó szempár néz rám árván. E pillantásban benne van minden fájdalom és vár. Szenvedő világ, éhező emberek, segítségét némán kiáltó könnyező szegény családok, itt a Romano Teátróban olyan szegény családok gyermekei vannak, akiknek bizony nehezükre esik a napi ételt az asztalra tenni. Tehát vannak olyan napok, akár még hetek is, hogy nincs mit az asztalra tenni. És ennek ellenére ezek a fiatalok felállnak a színpadra, és tudnak nevetni, és tudnak szórakoztatni. És nevetve mondják el az ő bajukat, pár napokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez minden pénztnél többet ér, amikor az ember valamit tud adni magából, kicsit szebbé tudja tenni a világot, kicsit át tudja formálni azokat az embereket, akik körülötte vannak. A barátaim, a gyerekkori barátaim, azok sokan azt mondták, hogy ó, hát miért csinálod ezt, ebből nincsen pénzed, meg ebből nem fogsz megélni, meg elveszik a lakásodat, minden pénzedet erre költesz. Hát mondtam nekik, hogy gyerekek, ezt úgyse fogjátok megérteni, mert akit megérint ez a millió, az nem tud tőle szabadulni. És az, hogy ha úgy érzi az ember, hogy neki ehhez a világhoz szólnia kell, tehát üzenete van a világ számára, annak azt, amit csinál, azt nem szabad abba hagyni. És el tudná képzelni, hogy nem ezt csinálja? Nem. Mit jelent önnek a Romano Teátro? Az alfa és az omega. Elég nehéz beosztani az időt, ugye, mert csak 24 órából áll egy nap, és tehát én még éjszaka is ülök a gépnél, és valamit vagy valami pályázatot írunk, vagy írjuk valamelyik színdaraboknak a szövegét, vagy zenét szerzünk, és nekem itt van a két szoba, az egyik szobában van a zeneszerkesztőgép, a másik szobában ugye a nyomtató és a szervezeti állománynak a gépe. És ide-oda szaladgálok egész nap, mikor az emberek eszébe jött valami ötlet, akkor az gyorsan le kell írni, vagy egy zene, vagy egy dallam a fejébe, akkor le kell ülni, és akkor azt ki kell játszani, félre kell tenni, talomba tenni, és amikor jön a színdarab, akkor beleillesztjük valamelyik színdarabunkba. Tehát az egész nap tulajdonképpen munkával telik, szervezéssel, tehát nem unatkozom. Annak ellenére, hogy ezt nem pénzért csinálja az ember, hanem szerelemből. Tehát borzasztó fontosnak tartom, amit csinálunk. Hihetetlenül fontos, mert egyedüli bástyája vagyunk a roma kultúrának itt Miskolcon, Borsod-Abaúj, Zemplén megyében, hiszen mindent körbeöledünk. Most már nem csak a színházról szól, hanem képzőművészeti kiállításokról, író-olvasó találkozókról, programokról. És egyedülálló, amit teszünk, hiszen nálunk a programjainkon
Nem úgy, ahogy a városi programokon, hogy még a Miskolc város programján még egy üdítővel sem, meg egy ásványvízzel sem kínálják meg, még a fellépőket sem. Nálunk nem csak a fellépők, hanem ugye a vendégek, akik oda látogatnak, őket is megkínáljuk. Tehát egy tányérétellel, üdítővel, ásványvízzel. Tehát az, hogy bennünk van a szeretet, az kifelé kell, hogy sugározzon. És nálunk ez mindig megvan, tehát minden egyes rendezvényünkkel. Mindenkit szeretettel várunk, romákat és nem romákat egyaránt, hiszen a roma és nem roma fiatalokkal foglalkozunk, és a lényeg az, hogy közösen építsünk hidakat, amik minden körülmények között átjárhatóak. Amit a Romano Teátról csinál, az teljesen új. Elválik a profi színházi szakmától, és elválik az amatőr színházaktól is. Teljesen más, hiszen a Romano Teátrónak üzenete értéke van, üzeneteket fogalmaz meg, emberi értékeket, kulturális értékeket közöl, tehát sokkal több, mint egy színház. És ezt érzi a többségi társadalom, és érzi a kisebbség is természetesen. Rengeteg terve van. Egy nagy álmom van természetesen, hogy Magyarországon, itt Miskolcon megszületik az első roma kőszínház, és egy olyan közösségi tér, ahova mi cigányok bármikor bemehetünk, hazamehetünk, gyakorolhatjuk a kultúránkat, legyen az képzőművészet, tánc, zene, színház, tehát könyvtár. Ez az álmom, hogy ez létrejöjjön, és ne kelljen állandóan könyörögni azért, hogy egy programot megcsináljunk. Azért, hogy ugyan már engedjék meg nekünk, hogy a saját kultúránkat bemutathassuk, hanem a sajátunkba értéket teremteni ezekkel a fiatalokkal, is átörökíteni ezeket az értékeket. Ez az álmom. Mi az a antropodózsok? Trám tudod.